A Rákoshegyi Napok rendezvénysorozat záró eseményeként lezajlott Rákoshegyi búcsúban különleges zenei élményben lehetett része a közönségnek. A Bartók Ami Piccolino fúvós zenekarának tagjai és a litván Stanislav Munyunkó zeneiskola fúvósai játszottak a Hét Színvirág óvoda és a Címra Gyula általános iskola növendékeinek táncelőadása közben. Október 1-jét 1975-ben nyilvánították a Zene Világnapjának. Azóta a világ minden pontján ezen a napon különleges figyelmet szentelnek annak a csodának, amit zenének hívnak. Idén 42. alkalommal ünnepelhettük. Balogh Lázár, a Bartók Zeneiskola intézményvezető helyettese elmondta, miért jelentős esemény a Bartók Zeneiskola életében a világnap, illetve a növendékeik és tanáraik utazó flashmob produkciójáról is beszélt, melynek keretében a 17. kerület több pontján is felléptek. Október 1-e a Zene Világnapja. Ezt eredetileg Yehudi Menuhin találta ki, és ő még csak nem is zenei világnapot tervezett, hogy egész hetet, de aztán erre a napra különösen azt találta ki, hogy a Zene Világnapján legyen az, hogy a zenészek, mindenki kivonul az utcára, és mindenféle ilyen, hát akkor még nem ismerték ezt a flashmob kifejezést, de tulajdonképpen ezt találta ki, hogy a minél több helyen szabadtéren legyen mindenféle zenélés, a zenészek jelenjenek meg a tereken. Aztán ez átalakult, ez a Zene Világnapja, nem csináltunk mi sem ilyet eddig, de eddig ugye koncerteket csináltunk elsősorban ezen a napon, de most kitaláltuk ezt, hogy ellepjük a 17. kerületet ezen a módon, ahogy a Yehudi Menuhin kitalálta, és mindenféle hosszabb, rövidebb zenei produkciókkal készülünk. Balogh Lázár hangsúlyozta, a Rákoshegyi búcsún az iskola növendékei minden alkalommal fellépnek. Az idei azért is volt különleges, mert ez alkalommal egy litván zeneiskola tanulói vendégszerepeltek a magyar diákokkal. Erre a napra esik a Rákoshegyi búcsú is, úgyhogy ott mindig ott szoktunk lenni a Piccolino zenekarra, ugyanis annak is különlegessége az, hogy most vendégül láttuk ugye ezt a litván fúvózenekart, akik ott koncertet adtak. Itt a főtéren, ahol most vagyunk, itt pedig a zongora vonós és magánének tanszakunk vonult ki egy ide passzoló produkciókkal, tehát egy nagyon vidám Mozart kvartettet hallottunk, meg egy kicsit mentünk a könnyű zene felé is, egy Wolf Péter dallal, illetve hát egy gyönyörű Sosztakovics hegedű duó hangzott el. A Bartók Zeneiskola fellépői igyekeztek a vasárnapra való tekintettel a templomi programokat is bevonni a produkcióikba. Mivel vasárnap van, ezt igyekeztünk a mai napot úgy egy kicsit a templomokhoz is igazítani, tehát voltak templomi produkciók is, például az evangélikus templomban Rákoskeresztúron ott egy gyönyörű trombita szám hangzott el orgonakísérettel, Rákosligeten is elhangzott az orgonatanszakunk részéről egy produkció, illetve volt még máshol is a Szent Pál templomnál szabadtéri produkciót, egy kürtkvártett muzsikát, illetve egy fúvola duó. Jutasi Miklóstól, a Piccolino zenekar vezetőjétől megtudtuk, több mint egy évvel ezelőtt kezdték el szervezni a litván iskolával közös szereplést, melyet a Bartók Zeneiskola egyik diákjának külföldi kapcsolatai révén sikerült megvalósítani. A Piccolino zenekar már túl van a koncerten, megnyitottuk a mai napot. Nem sokára, 11:30 magasságában a litván zenekar fog fújni, de a záró két szám az egy közös nagy produkció lesz, két utolsó szám, amit együtt fogunk a karmester úrral felváltva vezényelni. A litván zenekart vezénylő Rimántász Rutkauskas kiemelte, koncertjüket úgy állították össze, hogy főként litván zeneszerzők műveit adhassák elő, és arra törekedtek, hogy minél vidámabb hangulatú legyen az előadásuk. A zenei együttes először járt Magyarországon. Először vagyunk Magyarországon, csodás emberek vannak az iskolában, a közönség hálás, szívélyesen fogadtak. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola vezetői, pedagógusai és diákjai jövőre is igyekeznek majd változatos és ötletes koncertműsorokat előadni Rákosmente több helyszínén a Zene Világnapján.